Sziasztok, lelkes barátok, és nagy tisztelettel köszöntelek titeket a Centrum Sakkiskola YouTube oldalán. Juhász Ármi nemzetközi sakmester vagyok, és ahogy a címből arra szerintem sokan következtetnek, most egy picit talán humorosabb és talán rövidebb videónk lesz. Most nem a megnyitásokkal fogunk foglalkozni, mint az előző kettő videóban, hanem egy kis végjáték taktikával készültem nektek, amit most itt össze fogunk kötni egy magyar közmondással. Mégpedig azzal, hogy sok lúd Győz. Ez mit is jelent valójában tulajdonképpen ez a kifejezés arra utal, hogy a túlerő ellen az erőseknek sincs esélyük, illetve fordítva is igaz, a gyengébbek is legyőzhetik az erősebbet, ha sokan vannak. Na most, ez hogyan kapcsolódik a sakhoz? Josan vetődik fel a kérdés, mert mégis csak egy sak vagyunk. Ez úgy fog ide kapcsolódni, hogy ebben az állásban, amit itt láthatok, sötétnek van egy vezérelőnye. Juhú, ez általában jó szokott lenni. Ugyanakkor világosnak van három könnyű tisztje, két huszárja és egy futója a vezér ellen. Ugye, hogyha ezeket összeadjuk, akkor egyenlőség lesz anyagilag, mert a vezér ugye elméletileg 9-et ér, és a könnyű tisztek is 3-3-3-at érnek, tehát a végén 9 9 ellen fog harcolni. Tehát láthatjuk, hogy ebben a végjátékban ez a három könnyű tiszt túl fog járni a vezér és a király eszén, és segíteni fog abban, hogy megnyerjük a partit. Sokszor a végjátékban amúgy is a könnyű tiszteket érdemes használni, de kíváncsi vagyok, hogy neked mi a tapasztalatod, inkább a vezér szereted, vagy inkább a könnyű tiszteket. Nagyon megköszönöm az, hogyha megírjátok, hogy volt-e már ilyen anyagi helyzetetek, és az hogyan alakult ez a játszma. Na de akkor nézzük is meg, hogy mit láthatunk itt a saktáblán. Vladimir Bron, nemzetközi mester és feladvány szerzőnek az egyik végjáték kompozícióját láthatjuk, ahol ugye, ahogy említettem is, anyagi egyenlőség van. Világos indul és nyer. Az első kérdés, hogy hogyan folytatnátok tovább itt ezt a szituációt, Érdemes itt megállítani a videót, rutinosabbak akár a leges legvégéig kiszámolhatják, hogy hogyan nyer a világos. Figyelem, lesz benne taktika, lesz benne stratégia, minden, ami kell ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni ezt a játékot. Nyugodtan állítsátok meg a videót, és akinek megvan a megoldás, akár a végéig leírhatja, vagy ha valaki nagyon profi akar lenni, akkor csak írja be az utolsó lépést, én abból már tudni fogom, hogy jó-e. Na de nézzük is akkor a megoldást. Ebben az állásban egy gyalogáldozattal fogunk indítani. A királycseles videók után ez már talán nem annyira nagyon meglepő, C5-öt fogunk lépni. Ez az úgynevezett ráterelés. Rossz irányba fogjuk terelni, vagy a vezérét, vagy pedig a királyát. Na nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, hogy a király üti le. Amennyiben a király ütné le, akkor könnyebb lesz a dolgunk, mert 20 egy után, hopsi, itt most adunk egy sakkot, és elviszük az ellenfélnek a vezérét. Ez mindenféle kellem, éppen kellemetlenség lesz, mondjuk király D5, leütjük, leütjük, és akkor már indíthatjuk is a gyalogot. Egyrészt két tisztelőnyünk van, másrészt ezzel a gyaloggal meg kell, hogy tudjuk nyerni azt a bizonyos játszmát. Tehát alig, ha nem, ezt vezérrel fogja leütni. Megint csak érdemes hozzátenni, hogy a gyalog ellenkező esetben leütni a vezért, tehát bárhova ellép a király, ugye így megint csak három tisztelőnyünk lesz, ez nem hangzik jól. Tehát vezérüti c fog következni. De miért adtuk oda ezt a gyalogot? Mi volt itt a koncepció? Ugye most egy átlóra került a király és a vezér, ezt fogjuk kihasználni egy szép kis trükkkel. Mi lehet a tervünk második része a gyalogáldozat után? A következő egy tiszt áldozat lesz, mégpedig a huszár a négy. Ez egy huszár villa, mert a huszár egyszerre sakkot ad, és egyszerre támadja a vezért. Na most ez tiszta sor, ilyet már biztos sokszor láttatok, és ha a király kilépne, akkor szerrel le tudjuk ütni az ellenfélnek a vezérét. Ugyanakkor jogosan merül fel a kérdés, hát mi történik B üti A4-re, hiszen ugye meg kell néznünk, hogy mi van akkor, hogyha a támadó figurát leütik ez az elterelés motívuma lesz. Nagyon fontos, hogy eddig ez a B5 gyalog nagyon sok fontos mezőt ellenőrzött. Azzal, hogy kikerült a tábla szélére, geometriai szempontból is eltávolodott a lényektől, és ennek köszönhetően és világosnak egy újabb remek lehetősége van. Mi volt a koncepció? Ha esetleg nem tudtátok az elejétől kezdve kiszámolni a végéig, akkor nyugodtan megállíthatjátok most is, és egy picit gondolkozzatok, hogy világosnak elgurult a gyógyszere, és folyamatosan adja oda az anyagot, ugye a gyalogot és a tisztet, vagy volt-e mögött valami zseniális kombináció, valami folytatás, amivel ezt meg tudjuk nyerni. Természetesen inkább ez a verzió fog bekövetkezni, futó E3 lesz itt a poén lépés, amit azért fogunk meglépni, hogy a vezérét megint csak rossz helyre tereljük. Ugye ezzel most megzavarjuk itt ezt a szép kis átlót, alig ha nem ezt le kell ütnie, és amikor leütik, akkor huszár c4-sak vezért fogunk adni, na ez már egy klasszikus villa, és itt nagyon fontos, hogy a b5 gyalog nem tudja leütni a huszárt. És amikor például király c5 következik, akkor huszár üti e3 után, van egy gyalog, ami be fog menni valószínűleg, van egy huszár előnyünk, illetve a király is szépen lassan, de biztosan ezeket a gyalogokat le fogja nyerni. Ezek az úgynevezett izolált gyalogok. Tehát, hogyha visszamegyünk a leges legelejéig, akkor C5 volt a kulcslépés kezdésnek, és vezérüti c 5 Huszára a 4, B-üti a 4 pedig futó E3. Nagyon szép, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki már rögtön a leges legelejétől látta ezt a szép kis kombinációt. Viszont ezzel nem ért véget a feladat, ugye ezek a tanulmányok, ezek sokszor olyanok, hogy van bennük egy kis csavar. Például ebben az állásban sötétnek van egy jó kis védekezése. Ettől függetlenül a játszmát el fogja veszíteni, de kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mi az a lépés? Miben van a legnagyobb esély, ha nem ebben, ami után egy sima tiszt hátrányunk van? Védekezzünk egy kicsit, tudom, mindenki támadni szeret, mindenki mattot adni szeret. De mi lehet itt sötéttel egy szép lépés? Ez nem más, mint a király a lépés. Ami a pat motívumát szeretné felhasználni. Ugye abban az esetben, hogyha futóüti c következne, ami a világ legtermészetesebb lépése, akkor pat fog létrejönni, azaz a király nincsen sakban, de nem tud lépni ide a futó miatt, ide szintén a futó miatt, ide pedig a huszár miatt, és még nagyon fontos hozzátenni, hogy a gyalogok sem tudnak mozdulni, ezért a játszma automatikusan döntetlennel fog véget érni. Rossz volt tehát az egész kombinációnk? Természetesen nem, mert itt jön a meglepetésen belüli meglepetés, azaz az ellen meglepetés, és a sok itt is disznót fog győzni. Mi lesz szerintedek itt a nyerés? Ebben a helyzetben B4 lesz a helyén való folytatás ami ugye azért nagyban megváltoztatja a helyzetet, mert királyüti B4-re futóüti c most már sakkal érkezik, és sakkal nem lehet pattot adni, csak mattot, és királyüti c H5 után ezt a versenyfutást alig, hanem meg fogjuk nyerni. Nézzük meg, hogy ki lesz a gyorsabb. Nagyon izgalmas a harc, és beviszünk egy vezért. Alig, ha nem megnyerjük a partit. Patról szó sincsen és ha pedig vezérüti B4 következik, akkor egy olyan motivumot fogunk felhasználni, amihez hasonlatosat már esetleg láttunk korábban is, és ez pedig a futó D2 motivum lesz, ugye ez nagyon hasonlít ehhez a futó E3-hoz, ugyanúgy az áton fogunk nyársalni, és vezérüti D2, huszár C4, király B4 huszárüti D2 után megint van egy fixen bemenő gyalogunk, a király rendkívül messze van tőle, és ezek a gyengéske gyalogok, ezek nem fognak bemenni, a mi királyunk remekül megfogja őket. Tehát az elejétől a végéig ez volt a megoldás, és láthatjuk azt, hogy akkor se legyen feltétlenül rossz kedvünk, ha nincsen vezérünk, mert lehet, hogy a sok kis tiszt, Felére egy vezérrel, vagy még akár erősebbé is válhat. Ennek is természetesen megvan az elmélete, majd egy későbbi videóban erről is beszélhetünk, hogy mikor erősebb a vezér, mint mondjuk a három könnyű tiszt, mert olyan is előfordulhat, de ezekben a típusú végjátékokban inkább a három tiszt szokott erőteljesebb lenni. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszett nektek ez a kis végjáték kompozíció, ez a kis gyöngyszem, írjátok meg kommentben, és azt is nyugodtan írjátok meg, hogy szeretnétek-e még hasonlóakat látni későbbiek során. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni. Megköszönöm, hogyha feliratkoztok a csatornára, mert akkor ezzel ti sem fogtok lemaradni a még sok-sok-sok sakkos videóról. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!